Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Ez a címlap, a Szabad Európa podcastja. Egyes becslések szerint akár százezren is lehettek a minapi tüntetésen, amit Magyar Péter szervezett. Mács becslések csak, most a csakot idézőjelbe teszem, 50 ezerről beszélnek, de az biztos, hogy nagyon-nagyon sokan voltak kint ezen a tüntetésen. Magyar Péter egyebek mellett azt mondta, hogy az atombomba az maga a magyar nép, és úgy ő csak egy szikra. És emellett persze nagyon sokan azt várták, hogy talán bejelenti a azt, hogy melyik pártal indul majd az európai parlamenti választáson. Ez egyelőre nem történt meg, de nagyon sok minden egyéb történt is a kampányban is, úgyhogy ezeket fogjuk elemezni. Rajnai Gergely, el a Méltányosság Politika Elemző Központ elemzőjével. Köszönöm szépen, hogy itt van nálunk. Én köszönöm a meghívást. Na várjuk, akkor be is kezdjük már a tüntetéssel. És először nem is a tartalmi részével szeretnék foglalkozni, nyilván azzal is majd később, de előbb egy picit magáról a rendezvényről. Úgy tudom, hogy kint volt személyesen is. Nagyon sok értékelés született már az a kapcsolatban, hogy hogy volt megszervezve, milyen zenék mentek, kik léptek fel, tehát maga az egésznek a úgymond csomagolása e, milyen volt. Én olvastam olyat, hogy ennek inkább majális jellege volt ennek az egésznek, mert hogy végig, e, hát hogy mondjam, a zenének is egy nagyon egyveleg, vagy furcsa egyvelegű zene volt például, vagy volt a Polipcímű Olasz e, e, filmsorozatnak a főcímzenéjét is, hegedülték a színpadon, közben ugye kivágott jelenet voltak, majd beszélünk, mert ugye Gyurcsány Ferenc is megjelent. Szóval összességében milyen volt ön szerint a, a úgymond a csomagolása az eseménynek? Szerintem ugye több uh, célja volt ez azért Magyar Péternek, hogy körülbelül gondoljuk azért nagyjából ő rakta össze a programot, vagy legalábbis jóvá hagyta. Uh, azért az, hogy főleg ugye, ha politikusok voltak, akkor azok relatíve ismeretlen politikusok voltak, uh, de a legtöbb megszól, hogy általában nem a ami a szokásos felhozatalból volt, ez szerintem egy nagyon fontos célja volt neki, hogy mindenképpen elszakítsa magát a korábbi ilyen, intézm ilyen tüntetésektől, és elsősorban arra próbált hangsúlyt fektetni, hogy ez valami mindentől független ideológiákhoz nem kötődő, pártokhoz nem kötődő, mozgalom, amihez mindenki tud kötődni, és akkor ennek voltak még popkulturális referenciák is ezért voltak berakva, mert azok olyan dolgok, amikkel mindenki valahogy viszonyul hozzájuk, ismeri őket, és ez volt valószínűleg a cél, hogy így ugye minél több mert elvinni, és hogyha már ott vannak, akkor lehetőleg senki se érezze azt, hogy ő megvan sértve, vagy nem az volna, ami várt, hanem ezért igazából ilyen nagyon erős tartalmat nem is nagyon tudott belerakni, vagy nem is akart valószínűleg belerakni, mert az elidegeníthet valakit, hanem egyelőre az a célja, hogy minél szélesebb tömegeket meg tudjon szólítani, és valójában a körítés meg a tartalom is ebbe az azért voltak mutatott? olyan értelemben új arcok a fellépők között, idézőjebe új arcok, akiket egyébként lehetett ismerni. Tehát Bálint András, ugye is, például ő is ugye verset, vagy Rost Andrea, nő, tehát ők azért egy ismert, ismert arcot, csak eddig nem tudtuk, hogy kötődnek, vagy kötődhetnek. Magyar Péterhez. Igen, igen, hát és Nagy Ervin is nagyon ismert, tehát hogy több... Csak róla már tudtuk korábban, ő nem volt meglepetés. Tehát új, új, új arcok voltak, csak hogy nem politikusok, nem, és a, a, ezek a fellépők is nem korábbi politikai mozgalmakhoz kötődő emberek voltak, hanem mondjuk popkulturális helyekről ismert arcok, tehát akiket ismerhettek a a, a jelenlévők, és beleláthattak ebbe, amit akartak. Tehát igazából a Magyar Péter személye is igazából, hogy mint politikai szereplő is próbál az lenni, hogy mindenki azt lássa bele, amit akar, és olyan emberekkel próbálja ilyen körülvenni magát, ahiben szintén bárki azt látja bele, hogy hát ez egy. Nem jó művész, az, hogy valójában a politikai véleményünk micsoda, az sokadlagos, az a hogy kiállnak Magyar Péter mellett, és akkor itt ez valami mindentől független mozgalom tud. Semmiképpen nem akarok számháborúba belemenni, meg, meg satszolgatni, hogy, hogy hányan voltak, de azért az biztos, hogy nagyon-nagyon sokan kimentek a tér maga, meg tehát a mellékutcák is tele voltak, és mondom, itt ilyen százezeres számokat is lehetett olvasni, hallani. Az, hogy ennyien elmentek, ez, 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 ez mire enged következtetni? vagyon, hogy vagy látja ezt? A rendezvényeknél mindig azt létszám, az egy, egy szemháború is, de valójában attól függ elsősorban, hogy azon a helyen, ahol épp rendezik, ami általában Magyarországon Budapest szokott lenni, mert ez a legnagyobb város, és kiemelkedik a többi közül, ott milyen általában a politikai hangulat. Tehát ezzeliként sokszor félre szokott vezetni esetleg az országos hangulat felmérése szempontjából, hogy nyilván jöttek külföldről, meg, meg vidékről is emberek, amit nagyon próbáltak hangsúlyozni, és ez nagyon helyes, hogy így van, de az általában azért a jelenlévők nagy része az helyi, ez minden rendezvény esetében így van, és pedig akkor ez a budapesti, vagy esetleg kifejezetten a belvárosi hangulatot az, ami igazából föl tud mérni egy ilyen rendezvény általában, mert on onnan jönnek az emberek nagy része, ha csak nincs ami hihetetlen logisztika az esemény mögött, amit nyilván nem is merülhetett föl, nincs hozzá meg az anyagi és emberi erőforrás. Tehát ebből azt látjuk, szerintem, amit elsősorban ez tükröz, hogy nem következtessünk messzebbre ennél, hogy Budapesten van egy nagyon nagy elégedetlenség, amit Magyar Péter egyelőre nagyon jól tud besatornázni, és egyelőre ez a budapesti elégedetlen töme, akiket láttunk most már több hát tüntetésen. De nagyon sokan jöttek vidékről, külföldről is, ugye vidéki városokból is. Mindig jönnek, de hogy mondjuk nem fogalma nincs az összetételről demográfiailag, de nagy valószínűség azért egy 90 százalék az Budapest. De ez mindig így van, tehát ez nem problémaként uh -huh. egy csak Ez általában nagyon nehéz fölmérni, hogy máshol mi a helyzet, hogyha csak tüntetésekből indulunk ki, mert tüntetések általában mindig a városi elégedetlenséget tudják csak tükrözni, nem csak Magyarországon, hanem sz... akkor máshogy. nem magából a számból se vonjunk le, hogy hányan lehettek, kint, abból se vonjunk le messze menő következtetéseket? Ny ny nyilván ez egy jó jel tehát, hogy a, a Magyar Péter szempontjából, tehát hogyha kevesen lettek volna, abból messze következés levonhattuk volna, hogy Magyar Péterre senki nem hallgat. Az, hogy sokan voltak, azt tudjuk, hogy akkor van egy réteg, legalább Budapesten, akinek... Ő, kitölti azt a politikai igényét, amit eddig más nem tudott betölteni. Na nézzük akkor ezeket a politikai igényeket, meg az üzeneteket, meg ami elhangzott a tartalmi részét. Sokan kiemelték azt, hogy Magyar Péter nagy részt ugyanazokat, vagy nagyon hasonló üzeneteket mondott, mint amit egyébként korábban is, akár március 15-én, most csak egy példa az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, korrupció és egyéb ügyek, közoktatásnak az ügye, amit ugye szintén előhozott. Ebből a szempontból mit hozott újat, ha hozott Újat üzenet szempontjából ez a tüntetés. Szerintem nagyon markásan ö, arra törekedett, hogy semmi újat nem mondjon, de szerintem arra törekedett, végülhözün... ugyanis ő nagyon szeretne egy ideológiáktól, oldalaktól mentes, minden fölött álló szereplővé ö, amanzsálni. És ezt azért látjuk a, az elmúlt 5-6 évben ö, a, a régióban, ez egy nagyon sikeres modell, legalábbis rövid távon, hogy előjön egy politikán kívülről érkező, vagy a politika pereméről érkező szereplő, és, és azt mondja, hogy ő tiszta kezű, ő megoldja azt az ideológiai problémákat, amik felmerülnek, azokat nem fontos foglalkozni. Ezek olyan mesterséges ellentétek, ő és ezt mondta konkrétan, hogy a bal és jobb oldali megosztottság az egy mesterséges dolog. Gyakorlatilag ezzel azt mondja, ezt már így nem mondja ki, de hogy a politika az egy ilyen szakma, amit valójában lehet jól, meg erkölcsösen csinálni, meg lehet rosszul és erkölcstelenül, korrupt módon, és igazából nem az a lényeg, hogy most van véleményünk bal vagy jobb ezek lényegtelnek, valójában van egy helyes megoldás, és egy szakemberek ezt meg tudják oldani, és ő nyilván, meg a, nyilván az ő hívei, azok szóval majd alkalmasak lesznek arra, hogy ezt ilyen szakmai módon megoldják, és ezért nem mond tényleg semmi olyat, ami ideológiailag el tudna idegeníteni bárkit, egyáltalán bármilyen szavazó legyen, aki azt mondja, hogy hát ő ezzel nem ért egyet, ő ezt nem így csinálná, minden azt mondta, hogy majd jól megcsináljuk. Tehát például ez egy apró dolog, de mondta, hogy majd lesznek jó tankönyvek, mert most akkor nincsenek. Nyilván azért, mert hogy akkor ezek szerint vagy korrupt, vagy kontár emberek írják ezeket, majd ő akkor odalakja gondolom a megfelelő szakembereket. Na de az, hogy a jó tankönyv bármilyen jó legyen, az abban lesznek olyan állítások, amik azért nem ért vele egyet mindenki, és akkor lesznek ott már viták. Erről nem beszél, hogy ezeket a vitákat olyan meg, szerintem tudatosan, mert egyelőre arra törekszik, hogy minél több ember azt lássa bele, amit csak Viszont, szeretne. ha nincs új üzenet, ilyen értelemben új üzenet, akkor mégis mi a titok, hogy ennyien. Uh, kimentek akár a tüntetésre. Mert ugye az ellenzéki pártok is sokszor mondják, hogy azokat, amiket Magyar Péter mond, már ők is korábban hangoztatták, akár a közoktatás esetében, európai ügyészséghez volt csatlakozás esetében, korrupció megfékezése esetében, hogy ők is ugyanezeket elmondták. Akkor viszont miben más ez? Szerintem itt a, a titok, tehát ez akkor a titok, hát hogy az, hogy egyrészt, hogy van a kormánynak egy bizonyos válsága azzal, ami a kegyelmi botrányból fakad, és akkor most van egy olyan helyzet, amikor komolyabb az elégedetlenség, mint egyébként szokott lenni, és másrészt, ami viszont őt megkülönbözteti a pártoktól, hogy ő nem egy professzionális politikus, tehát hogy nem úgy ismerjük őt, mint egy hivatásos politikus. És ez jó? Ez a választók szemében Láthatóan, legalábbis egy bizonyos ideig nagyon nagy plusz szerint tud mutatni. Tehát azért látunk erre példát, tényleg Szlovákiában Igor Matovics erre épített, hogy ő nem politikus, hanem egy üzletember, aki az átlagembereket képviseli, ez is volt a neve a pártjának. A jellegi szlovén miniszterelnök is gazdasági pozícióból érkezett, és aztán megalakította a mozgalmát, és pár hónapon belül megnyerte a választást. Bulgáriában három-négy ilyen pártot láttunk, Lengyelországban is volt olyan párt, illetve van is a jelenlegi házelnök pártja, a jelenlegi házelnök az mondjuk a helyi Sebestyén Balázsnak megfelelő figura, tehát egy műsorvezető, aki tényleg a nagy tévés műsorokat vezette, aztán egyszer csak beállt elnökjelöltnek, és két hónapon belül fölépített magának egy ilyen 15-20 százalékos népszerűséget. Tehát ebből rengeteg ilyet láttunk, akiknek bejönnek, és azonnal népszerűek Azzal, azáltal, hogy ők azt mondják, hogy ők a politikán kívülről jönnek, nem mocskolódtak Na de be én a de ilyen már volt Magyarországon, és Igen. az viszont nem jött be korábban. Hát egy ideig bejön. Tehát azért a Momentumnak is bejött ez, hogy ők is kívülről jövő új generáció, és ez egy rövid ideig, hát nagyon gyorsan fölépült a Momentumnak egy népszerűsége, főleg a, még az előző EP választáson, ugye 10% fölött voltak bőven, azért azt is szinte a semmiből hozták össze. Márkizai Péter az ismeretlenség. Tehát ha jól értem, akkor van egy ilyen búmja ennek, egy darabig lehet ezzel, vagy ebben növekedni, vagy a társadalmi támogatottságot elérni, aztán 15-20%-nál van egy esetleges váltás, vagy fordulópont. Igen, tehát itt az a helyzet, hogy ebben a jelenlegi médiakörnyezetben, ami nagyon gyorsan tudja közvetíteni az információkat, nem is nagyon kell az embernek párt Elég, hogyha van egy politikus, aki relatíve jól beszél, és nagyjából ideológia mentesen annyit mond, hogy mi most a nyugathoz próbálunk tartozni, nem vagyunk annyira populisták. Ellenben abban az értelemben technokraták vagyunk, hogy mi értünk a dolgokhoz, itt szakembereket fogunk majd beemelni a, a politikába. Ezt szokták mondani ezek a pártok, és erre főleg ezekben a, a régióban hasonló társadalmi felépítésű országokban városi, jól képzett és fiatal szavazók erre nagyon vevők. És, 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 nagyon, és ebből van kb. 15-20% minden országban. Magyarországon is van, Lengyelországban és Romániában is mindenhol, és ezt nagyon gyorsan meg lehet szerezni, ezt a 15-20%-ot, tehát tényleg akár hetek alatt. Más, nyilván mindenhol vannak egy, egyedi körülmények, ami esetleg ezt egy kicsit magasabbra vagy alacsonyabbra helyezi, de nagyjából ez viszonylag könnyű, nyilván nem tudja akárki megcsinálni, de hogy ezt mondjuk így látjuk évente, vagy két évente, magyar politikában is a Momentum is meg tudta szerezni ezt egy ideig, a Márkizai Péter is meg tudta, talán a kutyapárt is ö, erre épít. Tehát, hogy ez van ilyen, ami a nehéz utána, egyrészt megtartani ezt, mert majd jön egy újabb szereplő, Magyar Péter egy év múlva már politikus lesz. Most még nem politikus, mert hogy még pártja sincs, de most már fog indulni egy választáson, akkor sokat fog, majd még többet fog nyilatkozni, mit tudom én. Egy idő után ugyanúgy a Márkizai Péter, ő is politikus lesz. És akkor már jön, egy valaki, másik szerep, jön aha. valaki kívül a politikából, akkor az majd meggyőzőbb lehet. És az az igazi kihívás, hogy ezután tartalma megtöltse ezt a mozgalmat, aminek pont az volt a kiindulási lényege, hogy ő tartalmatlan, ő kívülről jön, és csak ennyit tud csinálni. És ami a nagyon ritka, hogy ezek a mozgalmak ezt valóban mondjuk ideológiai, politikai tartalma megtöltsék. Erre volt példa, amit ő nagyon szeret hivatkozni, az Emmanuel Macron, aki Franciaországban ezt megcsinálta, hogy ugyan nem kívülről jött, de egy új pártot alapítva, a pillanatok alatt népszerület, és ezt úgy tudta megőrizni, hogy ő azért nagyon sok olyant mond, aminek komoly ideológiai tartalma tehát nem csak azt mondja, hogy ő kívülről jön, nem korrupt, és a többi, hanem neki nagyon ötletei vannak Európáról, Franciaországról, társamról, az most mindegy, hogy mi mennyire értünk egyet, de mond olyan dolgokat, ami a, társa, a francia társadalom egy jelentős részét megszólítják. És a Magyar Péternek ez lesz majd a kihívása, nem most, hanem mondjuk két-három hónap múlva, hogyha eléri esetleg addig azt a 15-20%-ot, amit el lehet érni ezzel az újdonságvarázsával, utána milyen tartalmat tudja megtölteni azt, hogy utána még tovább tudjon esetleg növekedni. Olvastam egy ö, olyan értékelést ezzel kapcsolatban, hogy ő most egy ilyen Ludasmatyi a Döbrögivel szemben típusú ö, figura. Nem tudom ezt mennyire tartja találónak. Nagyon sokkaknak bejöhet ez, ez, a, fajta, ez a fajta szerep, ami mint hogyha eddig talán még nem került volna elő. Nem tudom, hogy ezt mennyire lehet így ilyen értelemben előhozni. Tehát, hogy ez olyan figura, aki, aki hát abból a körből jött, és hogy ő neki megy a, a nagyuraknak, ugye ezt el is mindig. Igen, igen. És ez egyébként, ez is ö, több ö, ilyen politikusnak ez a egyébként Macronnak is. Ő miniszter volt a ö, kormányban, aztán kilépett, hogy hát ő itt látja, hogy milyen borzasztó korrupció van, és na majd ő most rendet vág, mert ő átlátja ugye itt a helyzetet. De ez valójában egy, hogy mondjam, séma, amire lehet ezt építeni, mert lehet arra építeni, hogy valaki teljesen kívülről jön, lehet azt, hogy valaki a helyi politikából jön, lehet, hogy valaki civil aktivista. Tehát ennek rengeteg sémája van, amire mind föl lehet építeni. A lényeg az, az a közös pont az, hogy én tiszta kezű vagyok, nem vagyok korrupt, és meghaladtam a 20. századi, vagy az elmúlt évekbeli baloldali, jobboldali ellentétet, és ez, ezzel hozok újat, de aztán idő után meg mondani kell valamit erről, mert egy, egy, évig már nem lehet elhúzni. À, akkor folytassuk már amit említett, hogy, hogy ez a jobboldali uh, ellentétnek a meghaladása. Ugye elhangzott a tüntetésen az ő szájából Gyurcsány Ferenc neve is, és Orbán Viktor neve is. És tulajdonképpen azt mondta, hogy Gyurcsány Ferenc is hát egyfajta pillére, vagy biztosítéka tulajdonképpen a, a nernek, és hogy ez 20 éve változatlan, tehát az Orbán gyúcsány e, páros, és hogy Magyarország azért nem üt semmire, mert hogy, amit ön is már említett, hogy magyart magyar ellenségévé teszik ezáltal. Ez, ez új üzenetnek számít ön szerint? Vagy az, hogy ezt ennyire nyíltan kimondta akár egy ilyen nagy tüntetésen? Szerintem egyáltalán. Márkizai Péter Nagyjából ezt mondta tartalmileg, hát ő is nem. azt mondta, hogy Gyurcsány Ferencse nem ért egyet, tehát Orbán Viktor rendszerűen meg, meg kell dönteni, és hogy ez egy nagy probléma, hogy ez a szemben áll. Hát ez van. sem új. Ilyen tehát ez, ez, ez nem új, értemszerűen hat, mert azért van egy nagyon nagy réteg, aki erre igénye van, akár az ellenzéki jelenlegi ellenzéki pártok szavazói közül is. Tehát egyébként az az érdekesebben, hogy sokan inkább azt mondják, hogy hát ez az, az a nehéz neki, hogy akkor első körben az ellenzéki szereplőkkel kell megbírkózni, hogy egyáltalán ő lehessen a kihívó szerepben. Ugye az LP választáson ez a uh -huh. dolog nincs egyáltalán, hiszen, hiszen ott listák indulnak arányos rendszerben, tehát, tehát hogy le lehet indulni teljesen külön. Másrészt pedig olyan tényleg ez a politikai környezet, itt Magyarországon szeretjük ezt gondolni, nem csak Magyarországon, máshol is szeretik azt gondolni, hogy mindig az, ami van, az örökké úgy marad, de ez nem így szokott, nagyon gyorsan tud változni a, a, a politika, hogy Magyarországon is már Péterre senki nem számolt mondjuk annak az ének az augusztusában, amikor az elválasztás volt, és decemberre ő lett az első számú kihívó, tehát Magyar Péter is most hetek alatt föl tudja építeni ezt. Az ellenzéki szavazók a legnagyobb többség azért nem nagyon párthű, tehát nem azért szavaz a dk mert annyira hisz Gyurcsány Ferencben, nyilván van egy ilyen réteg is, de a többségnek az a lényeg, hogy na ki az, aki tényleg ki tudja hívni Orbán Viktort, és ha valaki ezt hitelesen el tudja adni magáról, akkor azonnal ott hagyják a volt pártjukat, és átmennek a másikhoz. Tehát ebből a szempontból, bár nehéznek tűnik ez az ellenzék legyűrése dolog, és persze nem egy egyszerű dolog, de, de valójában egy-két hónap alatt ezt meg lehet oldani, hogyha ő a leghitelesebb kívó, azonnal oda mennek. Ez történt Szlovéniában is, azért volt az, hogy egy hónappal azután megalapítottak egy pártot, rögtön megnyerte a választást, most összes ellenzéki párt rájött, hogy na itt a leghitelesebb kívó, az összes szavazó átment hozzájuk, és a kisebb ellenzéki pártok egyszer lemorzsoltak, és nem jutottak be a parlamentbe. Ha már ezt említette az ellenzéki pártokkal való kapcsolatot, ugye felszólalt a tüntetésen a János Szigetszent Miklósnak a polgármestere, és tulajdonképpen neki ment a dékának ilyen értelemben biztos látta, és arra, arról beszélt, hogy tulajdonképpen itt, ugye volt egy, nem akarok a részletekben melemenni, abból a szempontból ez most nem releváns, de hát tulajdonképpen a dk, DK nak ment neki, és be is abban a szempontból ugye kollaboráns a, a és hogy, hogy tulajdonképpen a, alig jött le a színpadról Magyar Péter, már bejelentette a DK, hogy be a Szigény Miklós polgármesterét, és hogy ők nevezték például aztán visszamenőleg Fidesz kollaboráns polgármesternek, és hogy ellen, nem véletlenül állított vele szemben ellenjelöltet a DK és a Momentum. Szóval ide-oda vádaskodás zajlik ebből a szempontból. Ez mennyire volt új, hogy, hogy egy, egy polgármester föláll a színpadra, és tulajdonképpen így ezzel úgymond vádolta meg a DK-t? Szerintem ez is tudatos volt, hogy ő volt ott, meg igazából az, hogy Magyar Péter is az ellenzéki szereplők közül csak Gyurcsány Ferencet nevesítette. De miért? Csak ő. Szerintem neki nagyon fontos az, hogy, hogy ne lehessen róla hitelesen azt mondani, hogy ő a Gyurcsány Ferenc embere, a, a DK bábja. Tehát nagyon gyorsan ő ellent hogy a DK-t mindenképpen ki akarja hagyni abból a... Jó, ja, hogy ne tudja a kormánypárt azzal, azzal, azt kommunikálni, hogy ő is a Gyurcsányi hogy mondjam, Ernyő alá tartozna? Azt, azt állapította meg, mondjuk Márkizai Péter sztoriából egyebek mellett, hogy hogy neki az volt a baja, hogy amíg ő tényleg egy független külső szereplőnek tűnt, addig ez egész népszerű tudott lenni, és abban a pillanatban, hogy Gyurcsány ferenc egy listára került, és egy, egy rendezvényen szerepelt, és így tovább, onnantól kezdve lett neki problémája, mert onnantól kezdve a kiábrándult fideszesek, hogyha vannak ilyenek, a független szavazók, de egy csomó ellenzéki szavazónak is vannak elnézése egy Gyurcsány kapcsolatban. Ők már is akkor már nem tartották annyira hitelesnek már Kizaj Pétert, és hogy ő ezt nagyon el szeretné elkerülni, hogy bármilyen szinten egy lapon lehessen, mint egy Gyurcsány Ferenccel. Valószínűleg úgy gondolja, hogy mondjuk a Momentum, LMP, többi párt az nem ilyen vészes ebből a szempontból, vagy nem annyira fontos tényező, de Gyurcsány Ferencnek konkrétan a személye az olyan, amivel ő nagyon nem szeretné sem, a, hogy a kormánypárti eh, média összekösse, de elsősorban azt nem szeretné, hogy a választók személyben az lenne, hogy jött egy újabb ember, megint össze fog majd borulni Gyurcsány Ferenc, hanem ő rögtön itt vállal egy konfliktust, és próbálja tényleg itt az abszolút a külsőségét ezzel erősíteni, hogy ő egyik szereplővel sem, egyik nagy szereplővel sem hajlandó együttműködni. Ez azért is érdekes, amit mond, mert a Fidesz reakciója is tulajdonképpen egy picit mintha megváltozott volna Magyar Péter vonatkozásában. Mencer Tamás, ugye aki most már a kommunikációs igazgatója lett a Fidesznek, a tüntetéssel egy időben ki is rakott egy, egy Facebook posztot az oldalára, és ebben azt fejtegette, hogy Magyar Péter baloldali politikus lett, a dollár baloldalnak a rész, ugye meg is változott a plakát, és és bekerült Magyar Péter abba, abba a plakádba. És ugye ez csak azért érdekes, mert a Fidesz eddig pont azzal támadta Magyar Pétert, hogy erőszakos, nőbántalmazó, évekig terrorizálhatta a, a, a feleségét. Most pedig, minthogyha ilyen értelemben egy pontosan amit ön is említ, hogy minthogyha baloldallal, vagy akár Gyurcsány Ferenccel próbálnák meg azonosítani, tehát úgyhogy is abba a, a, a történetbe tartozik. Ez mennyire látja? Hát, hogy mondjam, veszélyesnek magyar Péter szempontjából, hogy mennyire működhet ez a kommunikáció a Fidesz részéről? Én szerintem ez részben azért annak is szól, hogy a Fidesznél legalábbis valószínűleg van egy ilyen félelem, hogy itt több magát jobb oldainak való szavazó, majd esetleg a magyar Péter-féle mozgalom pártlója lesz. Ugye már csak azért is, mert a ugye a kegyelmi botrány, ez tipikusan egy olyan jellegű botrány, ami inkább az aktivitást csökkenti, tehát mondjuk akik szokásosan a Fideszre szavaznak, mondjuk sokan inkább otthon maradnának, ez lenne a következménye. És hogy a magyar Péter meg Bénés, akkor mondva, amit, hogy az igazi jobb az akkor most őt követi, és ilyen mondatokkal esetleg ezeket tudná aktivizálni saját maga irányába. És másrészt pedig ugye azt lehet talán érezni, de ezeket ugye nem nagyon látunk rá Fidesz belső ügyeire, hogy azért a Fideszen belül is valószínűleg vannak vannak ugye erre az a kegyelmi botrány is kicsit rámutatott, Magyar Péter nyilatkozatai abszolút rámutattak, és hogy ezek a törésvonalak, ezek valószínűleg most egy erősebbek, hiszen most a Fidesznek van egy probléma, amit meg kell oldania, és azért azt látjuk az ilyen országokban, mint mondjuk a magyar is, ahol hosszú éveken keresztül egy párt van kormányon, és ez dominálja tényleg a, a politikát, hogy nagyon sokszor az vezet ennek a szinte megtörhetetlen fölének a megtöréséhez, a, hogy, hogy, az a domináns párt megtörik, a belső ellentétek azok kicsit előjönnek, felszíre kerülnek, páran esetleg elhagyják a pártot, új helyet. De most ön lát erre esélyt, hogy ilyesmi megtörténik? Hát az, hogy most ez holnap megtörténik, arra nem. De az, hogy ezek az ellentétek ott vannak, ezt, ezt látjuk, és azt, hogy esetlegesen, hogy hogyha mondjuk az LP választáson, önkormányzati választáson pozíciókat veszít a Fidesz, akkor azért nagyon sokan azért vannak a Fideszben, nem azért, mert feltétlenül annyira hisznek az ideológiában, hanem azért, mert ott lehet igazán most politikai karriert építeni Magyarországon. Ez egy gyakori eset ilyenkor, hogy látjuk, hogy 15 éven keresztül egy párt nyer az összes választást, akkor érdemes arra felé menni a politikai karrierrel, mert ott lesznek majd pozíciók, és ha azt látják, hogy mi Magyar Péter erősödik, a Fidesz meg gyengül, és végsősorban ideológiailag akár Magyar Péterhez közelebb is állnak, vagy, vagy személyi kapcsolatokban hozzá közel állnak, elképzelhető lehet, hogy esetleg bizonyos részek lemorzsolódnak a Fideszben. Nem azt mondom, hogy ez meg fog történni, de hogy láttunk ilyenre példát, tényleg Japánban mondjuk 40 év folyamatos győzelem után, a nagyon egységesnek látszó párt egyszer csak ketté bomlott egy kisebb gazdasági válság és egy személyes ellentétek mentén. Tehát ilyenek megtörténnek ilyen rendszerekben, annak ennére, hogy kívülről mindig úgy tűnik, mintha iszonyatosan szilárd lenne az egység a fidesz ember. Egyébként, ha már az EP választást is emlegette, sokan várták azt Magyar Pétertől, hogy majd bejelenti, hogy melyik párttal közösen indul vagy indulhat az EP választáson, mert hogy ezt kijelentett, hogy mindenképp indul az EP választáson. Ön látja egyáltalán azt, hogy. Mert ugye sok Sokakat ki tudunk húzni, hogy vele biztos nem. Nyilván a DK-val valószínűleg nem fog. Ez egészen biztos. Meg valószínűleg MSZP-vel pár párbeszéddel sem nyilvánvalóan nem. Ö mire számít? Egyáltalán ki jöhet szóba, vagy melyik párt jöhet itt szóba? Hát az nyilatkozatai alapján valamilyen párt, amit szerintem egyikünk sem ismert, Tehát, hogy, hogy ami be van jegyezve, jogilag be van írva, de hogy érdemben nem nincs fenn a politikai színpadon. Tehát ő valószínűleg nem akar egy már meglévő logóhoz betársulni, hanem saját pártot akar, csak ez technikailag nem működik, és ezt keresi, hogy ki az, aki hajlandó átadni neki egy pártot, ami azért nem olyan egyszerű, gondolom akkor az a feltételek is járnak, és így tovább. És ráadásul nincs olyan sok ideje, mert gyakorlatilag két hét múlva már aláírás kéne gyűjteni, úgyhogy úgy viszonylag gyorsan meg kell ezt találni, de valószínűleg fog találni egy olyan pártot, amire egyelőre még senki nem hallott, azzal a el fog indulni, ami ebből a szempontból érdekes is, mert hát a modern politikában ez a branding, hogy mi a pártnév, az nagyon sokat tud számítani. Tehát az lmp nek a lehet más a politika, most már erre szinte nem is emlékszik az ember, hogy ez, ez a nevű. Honnan indult, igen. De amikor hogy ez indult, 2009-ben, senki nem tudta, hogy kik ők, és de ez, hogy lehet más a politika, ez jól hangzott azoknak, akiknek elege volt a politikából. Tehát ez egy jó uh, név volt. Tehát egy ilyen nevet találni, amivel aztán nyilván később is folytatni szeretném, Magyar Péter, az nem olyan egyszerű a meglévő pártokból, és akkor jön egy együttműködő vezetés, és így tovább. Uh, de valószínűleg egy ilyet fog találni, és nem a jelenlegi ellenzéki palettának az érdemi párt. Egyébként az ellenzéket magát, már mint a klasszikus ellenzéki pártokat, ha így nézzük, mennyire, mennyire bonzhat onnan szavazókat Magyar Péter, hogy látja, hogy vagy mennyire borította fel azt a klasszikus ellenzéki struktúrát vagy helyzetet, amit láttunk most így a kampány hajrájában? Hát pontosan nem látjuk ezt még, mert ahhoz több közénkutást kéne látni, de minden bizonyal azért a szavazói, vagy potenciális szavazók a nagyobb része azok korábban ellenzéki pártokra szavaztak. Tehát ezért nem az a valószínű, hogy, hogy a Fidesz Mondjuk, hogyha most 15%-ot mondjuk Magyar Péternek, akkor azt mondjuk le azt a 15%-ot a Fidesz szavazóiból, ez szinte biztos, hogy nem így van. Inkább a bizonytalanok közül? Szerintem a bizonytalanok sincsenek sokan, főleg LP választáson nem lesznek. Tehát a bizonytalanok általában olyan szoktak, olyanok szoktak lenni, akik nem is nagyon mennek el választani, különböző okok miatt nem érnek rá, nem foglalkoznak vele eléggé, nincs megfelelő opció nekik. Ez a, nagyon ritka az olyan ember, aki tényleg 20 éven keresztül üldögél, várja a megfelelő pártot, megjelenik Magyar Péter, és azt mondja, hogy oké. Okay. Tehát valószínűleg a nagyobb része a szavazóinak az korábban valamelyik ellenzéki pártra vagy többfélére is leadta már a szavazatát, és pont ezért tényleg a DK-nak, MSZP-nek, LNP-nek, Jobbiknak, ezeknek a pártoknak kell igazából félnie attól, hogy az ő szavazóiktól ő szavazóik fognak átvándorolni, mert az ellenzéki szavazóknak egyébként, és ezt azért láttuk a Márkiszai Péter esetében is, meg egyébként a, most 2014 óta folyamatosan, hogy van egy nagyon sok olyan szavazó, akinek az a fő kérdés, hogy Orbán Viktor rendszerét mikor lehet megdönteni, meg hogyan. Ez az ellenzéki szavazóknak a többsége. És amint látnak egy erősebb embert, mint aki a jelenlegi struktúrában benne van, azonnal át tudnak menni oda. Tehát, hogy a DK szavazók, MSP szavazók, LMP szavazók, ezek nagyon könnyen átmigrálnak egyik másik irányba, és Magyar Péter is valószínűleg ezt a térfelt fogja bejátszani, és inkább az az érdekes, hogy, hogy melyik pártól mennyit tud elszívni nem az a, leg, nem az a hogy a Fidesztől elvesz szavazókat, hanem mondjuk Fideszeseket inkább taníthat, hogy ne vegyenek részt. De az aktív szavazók azok feltétlenül inkább az ellenzéki táborba érkeznek. Ugye egy lesz az Európai Parlament választása, az önkormányzati választás is, és ha már itt arról beszélgetünk, hogy ki, ki, hova vándorol vagy vándorolhat, a Válasz Online podcastban is nyilatkozott Magyar Péter ezzel kapcsolatban, és azt mondta, hogy lehet, hogy most nagyon sok mindenki Fideszes színekben indul, mert már nem tud ugrálni, így fogalmazott, de ne legyenek meglepődve, hogy az önkormányzati választás után rengeteg polgármester és képviselő fogja ott hagyni a Fideszt mert hogy szerinte ezek a polgármesterek és képviselők függetlenként, vagy, tehát vagy függetlenként fogják folytatni, vagy csatlakoznak majd az ő politikai közösségéhez. Meg ugye, hogy az epélistájukat is úgy fogják összeállítani, ahogy még eddig senki nem csinált, úgy erről is beszélt. De most az önkormányzatira visszatérve, ezt mennyire tartja reálisnak, amit ő itt mondott, hogy, hogy majd, ugye most fideszesként indulnak, de aztán majd függetlenként folytatják, vagy csatlakoznak hozzá. Tehát, hogy lesznek ilyen típusú mozgások. Hát az, hogy ezt meg tudjam vászolni, is nem ismernem kéne, hogy kikről beszél, mi a az ő konkrét státuszuk, ezt nem ezt tudom így pontosan. Nem látni, de, amit a, de hogy maga a jelenség az nem lenne példátlan, tehát nagyon sok domináns pártnak így omlott össze a hatalma, hogy egyes képviselői, polgármestere, bár, bármi, elégedetlenek voltak, akár a pozíció, amit kapott, akár az ideológiai irány, mint a párt vitt, és így tovább, és egyszerűen elhagyták, és új pártot alapítottak, új pártot csatlakoztak, függetlenként folytatták, és szép lassan az a nagy fölény, ami nagynak tűnt, az erodálódott, és a kisebb ellenzéki pártok többen lettek egyszer csak. Tehát, hogy ez, ez, ez egy abszolút olyan folyamat, ami simán végbe mehet Magyarországon, és nem mondom, hogy ez most végbe is fog menni, mert fogalmam nincs, hogy konkrétan Magyar Péternek mi a felmérés ezzel kapcsolatban, de ez egy olyan jelenség, ami abszolút létezhet. Tehát benne látta pakliba. Még egy Téma van, ez is nyilván kampányhoz kapcsolódik, és ez a, a főpolgármesteri kampány, vagy a főpolgármesteri kampányok, mondjuk így. Karácsony Gergely nyilatkozott a 444-nek, és azt mondta, hogy arra készül, hogy Szent Királyi Alexandra nem fogja végigcsinálni a kampányt, ugye ezt már hallottuk. Korábban is, és vissza fog lépni Vitézi Dávid javára, mert hogy szerinte azt látja, hogy a kormányzati propaganda inkább szól Vitézi Dávidról, mint Szent Királyi és hogy a fideszes politikusok ajnál Hozzák. Vitézi Dávidot, az Orbán kormány egykori államtitkárát, és ő azt gondolja, ezt egyébként már többször elmondta, hogy ő Fideszes jelölt, sőt, ő a Fidesznek az első számú jelöltje, és az LMP, amely ugye támogatta meg jelöltje a civil szervezet mellett, egy proxy Fidesz lett. Ez mennyire illik bele a karácsonyi egy korábbi kommunikációjába, és ez mennyire működőképes mondjuk egy ilyen üzenet, és elképzelhetően szerint tényleg, hogy Szent Király Alexander visszalép? abszolút elképzelhető bárkiről, hogy visszalép. Valóban egyébként Fideszi Távidat mondjuk kevésbé érik támadás sok, mint mondjuk Magyar Pétert, aki ugye szintén mondjam, volt fideszesekre is lő, mint szavazókra, vagy akár még Puzsi Robertet érte a legutóbbi kampányban. Tehát lehet itt valami fajta terve az irányba. Ami inkább ebből a karácsonyi tervből, vagy karácsonyi narratívából kijön, ami, ami karácsonyi gergényi láttunk, és ez nem feltétlen hiba, hogy ő az önkormányzati pozíciókat az országos politikának a kis tekinti. Tehát, hogy azért fontos önkormányzati pozíciót szerezni az ellenzéknek, mert, mert hogy akkor abból lehet építeni ilyen az országos ellenállást az Orbán rendszerrel szemben. Tehát azért fontos Budapest főpolgármester, hogy itt ne Fideszest válasszanak, hanem olyat, aki majd tudja az ellenzéket erősíteni. És ez, Hát ez a minden mondása, amit Vitézi Dávidról mond, az ezzel kapcsolatos. Nem azt mondja, hogy Vitézi Dávid tervei kivitelezhetetlenek, rosszak, nem ért hozzá, ezek nem nem jönnek elő, és hogy ő neki milyen alternatívái vannak, mert nem elsősorban a, a, a város politikájával azonosítja ezt a választást, hanem ez egy országos politikának a levetítése, aminek van némi alapja, hiszen azért, hogyha nincs az ellenzéknek, vagy bármilyen pártnak pozíciója önkormányzatokban, Európai Parlamentben máshol, akkor nagyon nehéz építkezni, nagyon nehéz részt demonstrálni, hogy az ellenzék képes bármit is csinálni, tehát hogy beszélni, kritizálni könnyű, ha valaki ugye vezető pozícióban van, az már egy egészen más felelősség, és pont az önkormányzat az egy lehetőséget nyújt az ellenzéknek, hogy bebizonyítsa, hogy kompetens emberek vannak ott, és itt tovább. Tehát ez nem egy hibás megközelítés, amit Karácsony Gergely alkalmaz, de az a lényeg, hogy, hogy, ebből ez látszik, hogy Vitézi Dávid próbál abba az irányba kommunikálni, hogy teljesen mindegy az országos politika, a helyi politika az adta egy független dolog. Karácsony Gergely pedig úgy próbálja mondani, hogy az országos politika az levetíthető helyi szintre és igazából ez a két narratíva az, amit elsősorban versenyt. Igen, ez érdekes, amit mond, pont Unger Péter, ugye LNP frakcióvezetője, pont ezt írta a Facebookon, hogy hagyjuk is, hogy a nagydemokrata, aki Budapest városából egy ciklus alatt önálló köztársaságot formált, kifejtette az állam az álláspontját, hogy az ellenzéknek csak is kizárólag az tekintető, aki nem indul el vele szemben, és hogy valóban egy ilyen országos kommunikációt folytat, és újra előjön a, a, az együttműködés, nem együttműködés. És ellenzéki pártok között. Azt írta ez a kapcsolatban Ungár Péter, hogy az igazán jó ellenzéki pedig nyilván az, aki a negyedik kétharmad után is újra lenyomja a választók torkán, hogy az összefogás a megoldás mindenre írja ezt, ugye. Ironikusan még a DK listáját is elvezeti, stb. a többi ezeket ismerjük. Ez, ez az összefogás nem összefogás kérdés. Ezt hogy látja, hogy az ellenzéki pártokon belül mennyire fog átmenni, csak azért, mert ugye kötött, köttetett egy ilyen stratégiai együttműködés PDK és a párbeszéd között, a többiek pedig kimaradtak belőle. Igen, nagyon érdekes, hogy ez egy kulcspontosságú téma volt igazából a magyar politikában az elmúlt, nem tudom, tíz évben, és most a Magyar Péter egyszerűen annyira mindent leural, hogy ez a téma ez teljesen elsikkad. Tehát, és Magyar Pétert Hát kérdezgetik időnként, hogy mi a viszony az ellenzékhez, de nem annyira, tehát hogy nem az a lényeg, hogy akkor ő most hogy kivel fog összefogni, ilyesmi. Ezek, ezekről kevesebb szó esik. E és igazából az ellenzéki összefogások, nem összefogások kérdése is teljesen háttérbe szorult. És ebből látszik, hogy valójában ezek a szavazók, nagyon nagy részben, főleg a budapestiek, de egyébként az összes ellenzéki szavazóra ez nagyjából leírható, tényleg nem párthűek, tehát ők, ők nagyon át lehet mozgatni egyik pártra másikig, tehát a DK holnap megszűnne, vagy a Momentum holnap megszűnne, a szavazóik azok nyugodtan beterelhetők lennének egyik vagy másik mögé, lehet egy kicsit rosszá ízzel, de ez megtörténne. És az, az, az igazi kérdés most már, nem is elsősorban, hogy jelen szerint nem az az elsődleges kérdés, hogy hogy tudnak összeállni ezek a, a jelenlegi erők, vagy az eddig meglévő erők, már csak azért sem, mert ez 2026-ig bizonyos szempontból ráér most, Uh, hanem inkább az, hogy Magyar Péter hogy illik bele ebbe a képletbe, és hogy esetleg ő teljesen függetlenül, vagy valami fajta együttműködésben tudja ezt megvalósítani, de egyelőre ez a kérdés is zárójeles, mert Magyar Péternek a népszerűségét is csak az ellenzékik is csak próbálják fölmérni, hogy most mennyire kell őt komolyan menni, hogy tudják őt integrálni, ha egyáltalán. Uh, és ez az a bizonytalanságnak az eredménye szerintem részben ez a megállapodás is. Tehát ezért látták, hogy itt Magyar Péter teljesen át, átvette a narratíváját a vagy a narratíva, narratívát ő adja a közbeszédnek, és hogy nem az ellenzéki pártok tudják ezt csinálni, és hogy ez próbáltak valamit csinálni, hogy akkor jó, legalább ne a belső vitákkal foglalkozunk addig, hanem próbáljunk. Valahogy visszakerülni a relevanciához, de egyelőre ez nem sikerült. Tehát az ellenzéki pártoknak a mondásai, szövetségei, azok teljesen sokadlagos kérdésé váltak az elmúlt egy-két hónapban. Nyilván ezek majd újra elő fognak jönni a későbbiekben, de, de jelenleg ez annak ennél hogy nagyon fontosnak látszott, most szinte lényegtennek. Még egy utolsó kérdés a végére, és ehhez kapcsolódik, az a vidéki szavazók ügye. Azért szeretnék el rákérdezni, mert Péter említette a tüntetésen is, hogy ugye egy ilyen országos túrára indul, és mindenhova fog menni, és neki mindenki, minden kis település lakója fontos. Azt viszont tudjuk, hogy a, vidéken, kis a Fidesz támogatottsága nagyon-nagyon magas. Ön hogy látja, hogy ott, ott lehet ebből a szempontból változás, vagy, vagy egyelőre ez is, ezt se lehet egyelőre felmérni, hogy ez mennyire, mennyire jut el például a, mondjuk akár a kis településen élő szavazókhoz egyáltalán, ami, ami történik Magyar Péterrel kapcsolatban. Hát szerintem eljutni a legtöbb szavazóhoz eljut, tehát én nem gondolom azt, hogy olyan nagyon nagy mélységbe szavaz, olyan nagyon szavazó, aki nem értesült volna arra, hogy Magyar Péterrel, Magyar Péter miket állít. Az már egy jóval nehezebb kérdés, hogy hányan fognak Magyar Péterre szavazni, esetleg vidékről is. Ezt azért is, de azért a, a korábbi példákból tudok kiindulni, egyrészt magyar, másrészt nemzetközi példákból, hogy jellemzően ezek a politikusok, azok városi fiatal, jól képzett szavazókat szoktak megszólítani. Ezek nem általában a Fidesz szavazói Magyarországon. Most nagyon leegyszerűsítek, meg általánosítok, de hogy olyan csoportokból szokta, szoktak táplálkozni, akik, akik azért a kormánypártnak nem nagy támogatói. Nyilván nem fogja azt mondani, hogy Magyar Péter hogy nem érdekli a Magyar vidék, ő majd Budapestről megoldja a dolgokat, ezt nem fogja mondani. De valószínűleg legalábbis rövid távon az európai parlamenti választásokig nem valószínű, hogy kis településekről fognak a Magyar Péter szavazatok befolyni. Már csak azért sem, mert hogy ott még fontosabbak ezek a személyes kapcsolatok, hogy ott mennyire van jelen mondjuk egy adott párt, vagy egy adott ideológia. És most már Péter elindul a túrára, azért azzal nem fogja megoldani azt, hogy egyébként hogy azért is van ez az epélistás problémája, hogy akkor most megszavaztatja, meg pályáztatja, hogy ki lesz a képviselő, mert hát amúgy nincs mellette olyan sok ember még, tehát hogy, vagy profi politikusok semmiképpen. Tehát ez egy, egyrészt egy demokratikus innováció, másrészt pedig elsősorban a káderhiányból származik. Na ez vidéken különösen kijön, tehát a Fidesznek az egyik nagy erénye, vagy a sikeri, ez nagyban hozzájárul, hogy nagy rendszeresen a legkisebb településen is mindenfajta rendezvényeket szervez, ott, ott, a helyi polgármester be van csatornázva a Fideszbe, és itt tovább. Tehát, hogy vannak emberek, meg, emberek, akik, aki képviselik a Fideszt. Magyar Péternek nem lesznek húsvér emberek, akik ott képviselik, vagy nagyon kevés lesz ilyen júniusig feltétlenül. Tehát, hogy nem gondolom azt, hogy elsősorban ezekre a vidékiekre tud építeni, hanem valószínűleg legalábbis rövid távon a városi szavazókból tud építkezni, és aztán később, hogyha tud olyan ideológiát meg kialakítani, akkor esetleg terjeszkedhet ez tovább, de rövid távon semmi. Hát akkor minden esetre a rövid távot legalább meg tudtuk beszélni, hát. hogy aztán hosszú távon hogy alakul ezek szerint ezzel kapcsolatban még jó sok kérdés van. Bár végül is a választás már, választásokig már nem olyan sok idő van, hát. úgyhogy addig azért legalább szerintem tudtuk elemezni a helyzet. helyzetet. Rajnai Gergelynek. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk, és átnéztük ezeket a dolgokat. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Ennyi volt már a, a, a címlap, ha tehetik, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.